Edina és Csupi érkezik. Kika! Sziasztok! Szia! Jó, de gyönyörű! Jó, de csodálatos! Sziasztok! Nézd, milyen aranyosat kaptam lent. Hát nem, annyira aranyosat. Készültek mindenféle. Vagy még a nyelvencs meg. Nem, még itt van. Még nincs hoztuk. Nagyon csinik vagytok. Köszönöm. Hát nézzetek, itt nálunk. Azt köszönöm. A feleségedet keresztül. Ez igen. Gyönyörű. Ide lehet a fádat? Ahova jól esik. Kávét kérem valaki. Nem, én maximum egy kis vizet, vagy a narancsot is tökéletes. Na, hova üljön? Na, hova? Te ülsz ide. Igen. Te pedig a vécó. Ti akartátok a babát? Tehát nagyon, terveztétek? Nagyon, igen. És simán jött minden? Nem, vagy nem annyira. Aha. Nem. Kiderült közben, hogy Edinának COP-t, PCOS. Egyébként ez egy nagyon-nagyon gyakori a 20-asoknál most. Valószínűleg a táplálkozás meg sok minden miatt, amit összeettünk ilyen. Hát a fene se tudja, hogy mondták, hogy a sok diéta sem kedvezett. Egy év, másfél évig nem sikerült. Aztán mondták, hogy persze. Egyébként állítólag, csak így a többieknek is mondom, két évig nincs, nem szabad aggódni, mert hogy a két év az tök normális minden. Egy évet mondtak, hogy egy évig, hogy 8 év feletti fogamzásgátlás, tartós fogamzásgátlás szedése után, hogy ott annyi méreg, meg nem tudom, mi rakódik le a szervezetbe, hogy legalább egy év kell, mire ez kiőrül, hát nekünk másfél volt, mire megtörtént ez a csoda. Igen. Már meggondolkodtunk, hogy akkor mesterséges úton próbáljuk a megtermékenyítést véghez vinni. Mármint, hogy lombikozni? Valami megoldás, hogy igen, a beültetés, az a lombik, ez egy is ugyanaz. Hát gyakorlatilag igen. Úgyhogy nem kellett eddig elmennünk, úgyhogy örülünk, hogy természetes úton is megfogan. De tettél valamit egyébként annak érdekében, hogy ez a PCOS valamilyen módon megoldódjon? Vagy... Úgy történt, hogy tehát amikor eldöntöttük, hogy szeretnénk kisbabát, vagy azért megvárjuk, nem tudom, tehát számoltunk azért egy 3-6 hónappal, hogy azért addig ürül a szervezetemből a fogamzásgátló, és abba hagytam, és konkrétan azon vettem észre magam, hogy 7 hónapon keresztül abszolút nem volt menstruációm, tehát semennyire. És minden problémám volt, olyan pattanások jöttek az arcomra, hogy szerintem így egy osztálynyi 14 évesnek egyszerre nem nincs annyi, mint az enyémben volt mindenhol. És akkor egy kicsit így furcsáltam a dolgot. Egy darabig így húztam, halogattam, és akkor utána volt, és igazából így kerültem a Czeiser intézetbe is, mert ott javasoltak nekem egy nagyon jó doktornőt. Oda elmentem, és igazából az első ilyen hüvei ultrahang alapján már ki is derült, hogy policisztás petefészkem van, hogy rengeteg ciszta, meg mindenféleség volt ott. Csináltunk különböző vizsgálatokat, ilyen cukorterheléses, mert ugye nagyon sok különböző betegség állhat ennek a hátterében. Azok hál' Istennek mind igen, ugye az inzulin rezisztencia, negatív lett. Tehát, negatív, igen. Igazolódott be, hogy betegség. Így van. Tehát, hogy az nem állt fent, viszont azt mondták, hogy 10%-ban van peteírésem a többi egészséges nővel szemben. És akkor mondták, hogy hát így egy kicsit nehezebb lesz maga ez a folyamat. És akkor gondoltunk persze, te rá, mondtad, hogy viszont nekem 10-szer ügyesebbek, mint a többi férfi. Hát én nem aggódtam ennél a 10%-nál, tehát ez egy általános tézis, de hát nyilván ez látszik, hogy ha én termékenyítek meg, akkor ez a 10%, ez nem 10%. Hát jó, vagyunk, másnál nem fogsz megtermékenyíteni, de hangoztasd csak. Nekem nagyon tetszik ez a fürdőszoba. Miért már nagy a tükör? Hát azért, mert szép, fényes, na igen. Mi is ilyen szürkéket szeretnénk, csak nagyon köveket. Kis jön, nagyobb kádat. Jó, de körülbelül akkora lesz a mi terünk is. Csak ugye nem lesz fal. Az én anyukám 18 évesen szült engem, és világéletemben, amikor jött a szülinapom, mindig megkérdezte, hogy mit szeretnék karácsonyra, vagy szülinapomra, mert hogy a kettő között egy nap különbség van. Mindig azt mondtam, hogy kistesó, és szerintem ezt így a 16. éves koromig tudtam mondani neki, és akkor utána megkérdezte megint, és mondtam, hogy már nem kérek kistesót, majd lesz sajátom. És akkor... Ekkor hány éves volt? Ekkor 16-17, de ugye hát ő 18 évesen szült, tehát hogy ebből adódóan ő nekem egy
példaértékű valamilyen szinten, mert hogy... Mert hogy mi, hát két-három év múlva már... Hát én gondoltam. Hát igen, aztán belegondoltam egy kicsit jobban, hogy ehhez megfelelő pasi is kell, ami ugye nem éppen volt adott, és akkor de mindegy, igazából ettől szép az élet, mert mindig egyébként úgy alakítja saját magát, ahogy egyébként jó. Tehát most már utólag nagyon örülök, hogy akkor így nem jött össze, és örülök, hogy ő lesz a gyermekemnek az édesapja, úgyhogy így kellett lennie. Mi, amikor így összefonódtunk, mondjuk így, az 2016. január 15. Igen, ez magunkra is tetoválás. Tetoválás formájában is wow. Rajtam van, neki meg a nyakán. És majd jön a baba neve is valamelyik oldalra? Ezt mi nem tudjuk. Nekem már itt van amúgy. Egy kis karkötő nekem formájában. Nekem már rajta van. Egy M betű formájában, meg hogy it's a boy. Igen. It's a boy, meg me. Így tudtam M. meg, és M mint Maddox. Igen, pont a születésnapja előtt egy nappal volt, csináltatunk a Cajzel intézetbe járunk egyébként, tehát tényleg nagyon fontos számunkra az, hogy a szűréseknek és minden egyebeknek eleget tegyünk, mert attól függetlenül, hogy mindenki mondja, hogy jaj, de hát fiatal vagy, ezek teljesen feleslegesek, az én azt gondolom, hogy nem, meg főleg, hogyha már tehát nem gondolom. Így van. Meg hát, hogyha már ebben a világban élünk és vagyunk, és tényleg a technológiának köszönhetek, vagy a technikáknak köszönhetek, mert ennyire fejlettek az orvostudomány részleget, tehát azt gondolom, hogy akkor kár lenne nem kihasználni. És csináltunk egy úgynevezett prenatesztet, és azt már a 11 vagy 12. hétben meg lehet csinálni, és abból már ugye különböző csomagok vannak, talán három, ugye főleg a Dánkort nézik belőle, vagy szűrik, és bár gondolom, most neked mondom, pedig biztos hallottál már róla, jut eszembe, de a harmadik csomagban ott nemi kromoszómát is néznek, és akkor ugye igazából tehát sokkal hamarabb kiderült számunkra, hogy most nem kislány, hanem kisfiú, és... Igen, nem csak fütyikereső, hogy van az ultrahangon, hanem... Igen, már megint úgy fekszik, még mindig nem. Azt a fiú! Igen, itt viszonylag nagyobb biztonsággal meg tudták állapítani. Igen, és a Csutinak hogy van? Harmadik hó 6-án van a születésnapja, és 5-én vagy 4-én azt hiszem felhívtak, és akkor mondták, ötödikén, és akkor mondták, hogy hát akkor az van, hogy kisfiú. Én mondjuk nagyon kislányt szerettem volna, ő meg kisfiú, de ez azért jó, mert legalább az egyikünk örül. Jó, most már nagyon örülök, tehát nyilván nem is erre akartam most így fókuszálni. Uh-huh. És ugye vettem neki ajándékot, és úgy gondoltam, hogy ő most 34 éves lett, és 34 ajándékot igyekeztem ilyen kis apróságokat venni. Igen, mindezt egy nap alatt próbáltam mind beszerezni, és vannak ezek a karkötők, hát én is nagyon nagy lázban égünk, mert nagyon szeretjük, és ugye pont az a sajátossága, hogy olyan dolgokat lehet rárakni, ami ugye mi életünkhöz köthetőek, és akkor úgy gondoltam, hogy pont a 34. volt az utolsó, amit mondtam, hogy na ez bontsa ki, és akkor igazából így derült ki számára, hogy kisfiú. Én nem tudtam, hogy miért, ugye ott volt mama, a Edina dédije, ott volt Edina anyukája, és ugye hol behoztak egy bőröndöt. Mit de jó, mondom, utazunk! És akkor mondják, hogy nyisd ki a bőröndöt. Kinyitottam, és akkor nagyon sok ugye, kis ajándék, hogy Edina is mondta, és már tizediknél mondták, hogy jó, Fradis labda, wow, a legjobb ajándék, de jó, oké, bontsad. Én nem tudtam, hogy miért sürgetik ennyire. És akkor meg volt mindegyik számozva, és már közben is gondolkodtam, hogy minek számozzák meg? És ugye hát ezért, mert hát ugye a 34-et, amikor bontod, akkor jött előre, hogy itt a boly, és akkor így volt bejelentem. Milyen kis kreatív. Én sem kérek, köszönöm szépen. Kávéztunk otthon, nekem is tökéletesen narancslé, vagy bentes, vízies, buteles. Valaki? Még? Nekem most nem kérek. Az igaziból nektek hozott. Hát attól ihattok, ti is van még itt pohár. Nem? Köszönöm szépen, nem. A megismerkedésünket egyébként nem is tudjuk szerintem sehova így nagyon... Hát 90-es évek közepére tapáljuk. Igen, valahova oda, mert hogy mi barátok voltunk nagyon sok éven keresztül, tehát egy baráti társaságba jártunk, és aztán ugye volt egy korábbi párkapcsolat, ami egész sokáig tartott, ráadásul ők haverok is voltak, tehát hogy azért elég sokszor összejártunk, de aztán ugye nekünk elég viharos
lassan vége lett a mi kapcsolatunknak, akkor próbáltam magamat elszigetelni mindenkitől és mindentől. Ennek következtében elköltöztem a 17. kerületbe a világ végére, és a többi. És igazából egy, amikor úgy gondoltam már, hogy na jó, egy picit akkor én is elmegyek, kikapcsolódom, és akkor egyszer csak ott egymással szembe jöttünk, és akkor úgy megörültem neki, hogy jaj, de jó, végre újba, tehát hogy a régi barát, így van. Egy szelet. Egy szelet, igen. Igen, és akkor annyira egy édes szelet. Így. Hát igen, akkor még nem akkor még így ebben nem gondoltam annyira bele, aztán úgy egészen jól alakult az este, de hogy még akkor sem történt semmi, csak tényleg semmi. Tök jó volt, hogy megint tényleg régi baráti társaság, elbeszélgettünk, nagyon figyelmes volt, az mondjuk feltűnően figyelmes volt, és akkor másnap, hát egy kisebb másnaposság után, mert hogy jól sikerült a buli, gondoltuk, hogy hát akkor menjünk már el levesezni valahova. Először is érkezik a nagyon taktikusan licitáló, hát nálunk csak Miss Gumi Abroncsnak nevezett Kulcsár Edina és párja Szabó Csuti András, aki nagyon jól lő. Ha 40-et mondok, akkor milyen? Igen. Hát nem tudom, gondolkozom. Hát legyen 40. 40! Nagyon sokat beszélgettünk, így elindult egy olyan beszélgetés, ami mondjuk közöttünk még eddig nem volt, mert szerintem mi kettesben azelőtt soha nem találkoztunk, ugye Edina, ahogy említett, és ugye hosszú párkapcsolatban volt, tehát ők mindig együtt, együtt voltak jelen az én életemben, vagy az előző párja külön, mert Edina akkor is a 24 órában 23 és fele dolgozott, és akkor elkezdtük jobban megismerni egymást, és ott már azért úgy mozgolódott valami, mozorgott úgy, mint most, akkor is bennünk valami. Aztán ez így szépen lassan bontakozott, és aztán 72 órán belül lényegében ott termett a kapcsolatunk, vagy azzá érett a kapcsolatunk, hogy úristen. És egymásra hangolódtatok. Elég komolyan, igen. Igen, hát úgy, hogy tényleg ilyen 3-4 napon belül konkrétan 2 bőröndel odaállítottam, és azóta ott vagyok. Tehát, hogy ez így ilyen pikpak. Az előző kapcsolatom igazából még civilként ismert meg, és a többi, és a többi, és ugye, tehát, hogy a folyamatában lettem úgymond közismert személy, így volt bennem egy ilyen félsz, hogy úristen, most hogy fogok magamnak párt találni, hogy szűröm ki azt, hogy most miért is akar velem lenni, azért, mert én vagyok a Kulcsár Edina, vagy azért, mert tényleg lát bennem valamit, és igazából itt nem volt kérdés egyrészről, másrészről, meg tényleg, tehát, hogy ahogy beszél, amikor tényleg, amikor így érzed, hogy izzik a levegő így kettőtök között, az úgy abszolút megvolt. Amikor elváltunk már egy perc múlva, úristen, mikor hív, meg mikor lát, és akkor ezek így elgondolkodtattak, hogy úristen, hogy ez most mi, és hogyan, és stb. Egy pasi, aki hiányzik. Igen. És akkor igazából ez így, így alakult, hát nyilván én is tettem különböző lépéseket annak érdekében, hogy ez így alakuljon meg mi is. Tehát, hogy így... Kamuval ott hagyott valamit a kocsimban, amikor ez tényleg így történt. Igen, elváltunk, és hívott fél perc, hogy ott hagyott valamit az autómban. Na, mondom, jó, akkor itt már jók az esélyek. A fiatal nagyon szelektív a memóriája. Egyébként ilyen szempontból az én férjem még mindig azt emlegeti, hogy én az első esténken, amikor mentünk a hotelnek a folyosóján, akkor szerinte én a bal cicimet az ő jobb vállának nyomkodtam, és úgy mentünk. De ez csak azért történt, mert annyira szűk volt a folyosó, hogy nem is fértünk volna el, és közben dumált. Én a férjednek hiszek. Kettő-kettő. Láttatok már olyan szállodai folyosót, ahol nem fér el ki, nem se 3 ember? Nem. Hát legalább örüljünk akkor, hogy ekkora telt idomoknak örvet, nem? Akkor nézzük a másik oldaláról. Egy folyosónyi, igen. Na, hogy bírod a frontot? Jó, minden? Semmi bajom nincsen. Mindig lekapogom, mert mindig félek, hogy majd az utolsó, ami itt a végén, ez mégis megsemmisül, de eddig azt mondom, hogy semmi bajom. Szuper. Igen, még a magas sarkú is megy, úgyhogy. Igen, látom, nagyon csili vagy. Egyébként, ha nem lenne itt a bébike, akkor nem hát is ez lesz, hát hátulról semmi nem látszik. Igen, hát ezért.
Nem, nem sokat mondták. Hogyha most így belegondolunk, akkor a nők egyébként annyira nem kommunikatívak. Tehát, hogy általában inkább akkor megsértődünk, nem mondjuk, jöjjön ő rá magától, stb. És hát nyilván én is ezt képviseltem elég sok ideig, és ő tanított meg engem arra, hogy nagyon-nagyon fontos a kommunikáció. Tehát, hogyha egyébként mi nem kommunikálnánk nap, mint nap, és nem osztanánk meg egymással a problémákat, vagy esetlegesen az örömünket, akkor biztos, hogy nem, tehát most nem lennénk itt. Volt is egyébként egy ilyen kisebb, nagyobb hullám a kapcsolatunkba, és az is annak köszönhető, azt gondolom, hogy meg tudtuk beszélni, és nem voltunk restek, leültünk, elmondtuk mindketten, hogy mi van bennünk, milyen érzelmek keringenek, és azt gondolom, hogy onnantól kezdve, mintha ezt elvágták volna, tök jól működik a kommunikáció, és azt gondolom, hogy ez a legeslegfontosabb egy kapcsolatban. Tehát ott beálltatok egy közös útra, ott, amikor sikerült ezt megbeszélni, de volt ez a hullám. Nekem ott változnom kellett, tehát Edinának alapvető létszükséglete volt olyan tulajdonságok, amik egyébként bennem nem voltak benne. Próbálkoztam, de hát akkor természetesen azt mondja, hogy persze, de hogyha ez nem természetesen jön, ez biztos erőltetett. Hát mi ilyenek tehát... vagyunk, agyalunk ezeket. Igen, tehát ez, amit na, ő meg szól 7 millió a négyzeten ezen a téren. Jó, lehet, hogy csak 5 millió, de akkor a köbön. És akkor ő azt mondta, hogy te 33 évesen, te vagy 32 évesen, te ezen nem fogsz tudni változtatni. Megmondtam neki, hogy de én meg szeretlek annyira, hogy én azt gondolom, hogy igenis tudok változni. És sikerült. És én is sem gondoltam volna. Mindenki azt látja belőlem, szerintem, hogy én egy nagyon stram, nagyon tartom magamat, nagyon komoly, és a többi. Viszont, tehát, hogy én ténylegesen nem tudom kimutatni annyira az érzéseimet. Tehát, hogy nem sírom el magamat, nem hatódok meg. Viszont, hogyha egyedül vagyok, akkor ez így teljesen a visszájára fordul, és egyébként egy borzalmasan érzelmes vagyok, nagyon vágyom arra, hogy szeressenek, de nyilván ez csak az attól a pár embertől várom el, aki a legközelebb van hozzám. Tehát, hogy pont az nem írogat neked SMS-re, szeretlek, nem... kis szívecskékkel, pedig akkor... még a barátnőd is olyat ír, és akkor pont, igen, aki legközelebb áll hozzá. Én ebben nem szocializálódtam, tehát két alatt mit írkáljak? Nem, hova írsz? Hát, én nem tudom, én tehát nem, és nyilván úgy voltam vele, hogy oké, Edina, ott egy van, oké, tervezünk, család, közös vállalkozás, egyebek, meg vagyunk. Fix, prax, kész, igen. Kész. De megvan. Engem nem is érdekel senki, akkor nyilván sem, most sem, amúgy sem fog. Nyilván leginkább őt szereted a világon, stb. Minek ezt sokszor elmondani. Pontosan, ha nem tudja, de uraim, akkor... De sokszor kell nekünk elmondani, mert az jó lesz. Igen, és sablonos, de ez igaz, hogy megszerezni könnyű, de megtartani nem. És azt gondolom, hogy... ezeket mondta először, na jó, de tényleg. Jó, viszlát, majd jövök. De most gondolj bele. Hát nekem ne tanítsál, én már más vagyok. Na, a kamerában mondd, ne nekem. Én már tudom. Vagy nem hagynék szerelmes üzeneteket reggelente, meg vagy hasonló. Vagy én sem hagynék, mert akkor, hogy arra is van például. Akkor ez így kialudna a tűz, és az már nem lenne az. És én mindig is egy olyan kapcsolatra vágytam, hogy tehát én hosszú távra tervezek, sőt nem hosszú távra, az egy örök életemre tervezek, mert hogy előttem meg nem volt ez a példa. Tehát sajnos az én anyukámnak nem úgy jött össze így ez az élet, ahogy ő ezt szerette volna, és én meg pont, hogy abba szeretnék élni, amit nem láttam, és hogy a gyerekem meg ezt lássa. És pontosan ezért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok időt és energiát kell abba fektetni, hogy egy kapcsolat az égjen, lobogjon, lángoljon, és így tovább, és igyekszünk. De most már, hál' Istennek, le is kopogom mindenhol. Most már olyan kapcsolatban jössz. Most már fantasztikus. Jaj, de nagyon erős! Mert azt mondtál, az ki kell jönnöd. Drágám, add az életed! Elindult a 2 perc. Gyerünk, tép! Menj közbe balra már! Mindent vagy semmi alapon, játszunk úgyhogy. Gyerünk! A lábadnál is van! Talában hagyományosan úgy megy a dolog, hogy megismerkedik a pár, aztán összeházasodnak, aztán jön a baba nálatok. Ez nem pont így volt, ugye? Nem ebben a sorrendben. Nagyon nem. Tehát először gondoltátok, megvizsgáljuk, hogy lehet-e közös babánk, aztán majd utána családot alapítunk, vagy ez hogyan?
Igen, nálunk ez ilyen dobjunk bele mindent a kalapba elven működött, de nem nagyon, tehát mi a munkánkat nagyon tervezzük, a vállalkozásainkban rengeteg energiát fektetünk, otthon mi már nem nagyon akartunk tervezni, azt tudtuk, hogy együtt akarjuk leélni az életünket. Nem volt semmi olyan tényező, ami mondjuk erről az ideáról minket eltántorított volna, és akkor úgy alakult az életünk, hogy egyszerre tudtunk elkezdeni építkezni, közben Medox is bejelentkezett, és akkor... És megünnepeltétek egy lánykéréssel? És akkor a lánykérés nekem már nagyon régóta a fejemben volt, számtalan ötlet és verzió, hogy akkor hogy kellene, mind kellene. Szerettem volna sok olyan dolgot megcsinálni, ami a tervezés fázisában két ember is megcsinált, úgyhogy gyönyörű szépen lelőtték az ötleteimet, aztán minden más ugye tovaszállt azzal, hogy Edina várandós lett, és akkor így a lánykérésre fókuszálva az az ötletem támadt, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert a családunkban sok nagyon szép kort megélt hölgy van már. Uh-huh. És én szerettem volna nekik valami olyan élményt adni a lánykéréssel, hogy ők nagy a valószínűsége, hogyha a korfát nézzük, hogy az ő életükben azért olyan elképesztően sok komoly esemény, de ne legyen természetesen igazam, de hogy abban a korban vannak, amikor azt gondoltam, hogy egy ilyen eseményt, ha ők testközelből megélnek, akkor az nekik valami olyan fantasztikus dolog, amiért mindig nagyon hálásak lesznek. És akkor egy ilyen sima születésnapi partira meghívtam mindenkit, az én születésnapomat ünnepeltük volna, amit én megpróbáltam egybekötni a lánykéréssel. Elkezdtem letérdelni, akkor miközben letérdeltem, a könyökömmel levertem a villát és a kanalat a földre, akkor már senki nem a bolcot nézte, hanem mindenki minket, hogy én miért térdelek és miért hangoskodok. Így remegett a kezem, mikor elővettem az ékszert. És hát az egész folyamat, amíg eljutottam odáig... Tehát ahogy leesett a villa, úgy térden is maradtál? Tehát és onnan indítottad a történetet? Én térdelve már vertem le egyébként az evőeszközöket, és hát természetesen akkor már bennmaradtam ebben a pózban, és próbáltam elmondani mindent mindenkinek, mert hát én nem csak Edinának vagyok hálás, hanem azoknak a személyeknek is, akiknek köszönhetően a szeretetüknek, az odaadásuknak, az, hogy... Edina nem tudom én hány éves kora óta a dolgozott, hogy a mamája mekkora szeretetben, dédi mama nálam gyakran egy és ugyanaz. Köszönöm. Na, én végeztem is, csához. Mert hogy azért ez így van, tehát nekem is elváltak a szüleim, tehát anyukámnak 3-4 munkahelye is volt egyszerre egy időben, 4:30-kor kelt minden nap, este 7-8-kor jött haza. Úgyhogy tőlük mi azért nagyon sok olyan dolgot kaptunk, aminek köszönhetően mi most úgy élhetünk, ahogy élünk. És azok a dolgok, amik bennünk ismérvként kialakultak, az nagyon nagy részt köszönhető egyébként ezeknek a személyeknek. Nyilván én, amit ugye nagyon sajnálok ebben az egészben, hogy nekem a papám ezt nem élhette már meg. Igen, ő augusztus 24-én tavaly meghalt, de egyébként meg szép volt. Hát igen. Egyébként meg szép volt. De örült neki biztos. Biztos. Kár, hogy nem hiszel az ilyen dolgokban. Hát ebben érdekes, mert abban meg hiszek, hogy ő van. Mert hogy nagyon sokáig nem jött össze, és ő meg nagyon szerette volna. Aztán, na mindegy. Gyorsan jön majd a második, nem? Hogy legyen egy kislány is. Legyünk túl az első. Igen, mindig azt mondom, hogy még életemben nem szültem, tehát először nézzük meg, hogy milyen, bár mondjuk elég stramnak tartom magamat, nem hiszem, hogy problémát fog okozni. Hát ha meg kell érte szenvedni, akkor megszenvedem érte. Érsz egyébként? Nem. Nem gondolkodsz ilyenekkel? Annyira érdekes, mert amikor még nem volt baba, akkor mindig mondtam, hogy úristen, hogy fogok én majd szülni, és hogy mennyire fájdalmas, és miket hall az ember. És most, miket hogy... lát ilyen hollywoodi filmekben? Igen. És most sokszor a valósághoz. Abszolút. És most, hogy benne vagyok, és így egy csomóan kérdezik már szinte minden hit, hogy félek, és mindig azt mondom, hogy nem, mert hogy... Úgyis nem tudom, tehát hogy ezt ott fogja meglátni az ember, meg mindenkitől azt hallom, tehát hogy lehet, hogy nem tudom, x órán keresztül vajúdik egy-egy anyuka, de hát amint megkapja a kezébe a gyermekét, tehát hogy onnantól kezdve elszállnak ezek az emlékek, és már csak a jó dolog, ami tovább él, úgyhogy remélem, hogy ez nálunk is így lesz.
Vannak egyébként ilyen benne kis technikák, amivel a tudatodat így átmostad ez ügyben, vagy pedig ez csak egy ilyen optimizmus, és így tudod elképzelni, hogy ilyen lesz. Hogy ez a második, tehát az optimizmus, én alapvetően nagyon optimista vagyok, és mindent próbálok ilyen jobb színben felfogni, vagy tenni azért, úgyhogy... Mindig nem mosolyogsz is, igen, ennek érdekében, igyekszem, hogy szép legyen a világ. Igyekszem, de nem, meg hát azt gondolom, hogy tényleg megfelelő emberek vesznek körül, a családom, Csuti, az ő családja, tehát hogy igazából mindenki csak támogat engem, és ennél több szerintem nem is kell ezekben az időszakokban. Meg nem kell küszöb az olyan, hanem walking. Biztos? Walking. Igen. Úgy hívják. De biztos, hogy jöhet akarsz? Biztos. 100%. De jó, mindig menjünk végig az összes fürdőszobán. Kérjem a kulcsokat a szállodában összes? Igen. Akkor apásszülést terveztek? Apásszülést tervezünk, szeretnék bent lenni. Igen, aztán ez még sok-sok minden felülírhatja. De ezt a mondtad, hogy ha csak egy ember jön, akkor lehet, hogy ne az apuka, mert hogy aggódsz miatta, hogy akkor ő majd igen, nem, szerintem mindenki közben másért aggódik ott a korteremben, igen, hogyha én bent vagyok. Nem. Hát, hogy érted aggódik, nekem úgy gondoltam. Ja, igen, hogy engem ott egy 72 órán rabosítanak, amikor majd azt látom, hogy valaki csinál valamit, és ez neki fáj. Néha nem mondjuk esetleg, ha jól értettem, akkor attól félsz, hogy azt mondja, hogy na de már nyom meg a Edina, már csak egy van, tehát hogy ilyen katonásan, nem? Nem. Pont tehát hogy amit ő is elkezdett most itt felvezetni, tehát ő alapvetően, vagy hogyha csak a bulira visszakanyarodunk, és ha emlékszel, hogy miket mondott, tehát hogyha ő azt látja, hogy nekem fáj, és tehát hogy ő nagyon ki tud magából kelni. Tehát hogyha elég visszamenni szerintem az Ázsia Expressig, nem tudom, hogyha látták, vagy láttátok, tehát hogy neki egy ennyi, és robban, és akkor senki nem marad a talpán, mert ő nekem nem akar fáj, tehát ő nem bírja, hogyha nekem rossz, ha én sírok, azonnal ha nekem fáj, és azonnal oldják és meg. És nincs, hogy nem lehet megoldani, és már pedig te azért vagy orvos, és azért tanultál is már. Ha, igen, úgyhogy én igazából ettől félek, és nyilván azért, hogy ott a rend és a nyugalom megzavarása az lehetséges. Nem, én akkor valószínűleg ki fogok menni, tehát hogyha ilyen van, akkor, mert ez egyébként az Ázsia Express az még a 72 órával ezelőtti állapotunk, értem, vagy fejezettünk, de azért mostani fejezetben már azért jóval türelmesebb vagyok. Jó volt, egy teljesen más helyzet volt. Igen. Nyilván éheztünk, nem tudom, melegünk volt. Idegenbe minden... aludtunk, földön, asztalon, gyógyszertárban. Meg még se jött a baba. Tehát, hogy nem tilos volt a szex, aha, ugye, különböző vallás miatt. Ugye a szülés közben is tilos. Tehát azt... Mondtam, hogy jöjjünk el, mert biztos, hogy tanulunk valamit. Mondtam, hogy jöjjünk. Na, úgyhogy viccet félretével, tehát még nem tudjuk úgy biztosan így eldöntendő kérdésnek titulálni azt, hogy most apás szülés lesz vagy sem. Anyukám egyébként már, hát szerintem már egy jó pár éve még a baba tervezése sem volt így terben, és már akkor mondta, hogy ő szeretne bent lenni. Úgyhogy ez még ilyen kérdéses, de nekem én egyedül is megcsinálom, úgyhogy no. Hát egyedül biztos nem leszel. Én szeretnék. Meglátjuk. Lehet, hogy fél időbe csere, anyura. Igen, de nagyon várja egyébként, és biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon jó apuka lesz. Egész este ezt hallgatom, hogy ő mennyire ügyes volt. Hát az van! De, nem mondta, hogy nem. De megendítettem, hogy jól sikerült. Manó, 1:12, hát ki? Hát én. De semmi. Húha, akkor majd a munkásnapod van. Jobbá, jobb feladatok. Teljesíteni kell. Félj csak, most te mennyire tudsz görkölizni? Hát semennyire. Semennyire. Bár a lábadon? Se egyszer. Hát akkor ez érdekes lesz. Drágám, add az életed! Indi, menjél, lőd! Jó, vissza kéne jönni érte. Múltkor voltunk egy barátoménknál, ahol van a másfél éves baba, és mondta, hogy jaj, hát ugye érezhetően, hogy üritett a bal, és akkor én mondtam, hogy mondom, mutass, hogy milyen, és mondta, hogy nézd, és akkor ilyen borsókot egészben voltam, mondom, azt a mindenit. De az a jobbik eset. És próbálom magam szoktatni, ahol látva.
De figyelj, a fiúk azok ilyenek. Tehát én nem, ezt meg kell tanulni. Nekem most nem jobb, ott így van. Sőt, már olyanon is veszekedtünk, ilyen viccesen úgy mondom, hogy melyik oldalon legyen a kisbabánk. Tehát, hogy az ágy, hogy mellettem vagy mellette, és akkor ő mondta, hogy hát ő mellettem. Mondom, miért mellette? Hát te fogod szoptatni a gyereket, vagy én fogom? Hát mondom, ez nem így működik. De hát, hogy ez az ő gyereke is lesz, és ő akar mellette aludni. Hát de... Mondom, egyébként ez nem rossz dolog, mert lehet, hogy akkor ő kellene fölhozza, és csak oda rakja a cicikhez, és te alszol, ő meg megszoktatja. De tényleg, ez nagyon jól tud működni. Nálunk működött az éjjel kettes szoktatásnál. Én észre se vettem, hogy fölébredt a gyerek, mert a férjem hozta, rárakta a cicimre. Hát abszolút. Hát abszolút. Akkor jó. Lehet, hogy ezt ilyen megérzésből nyomta. Látod? Lehet, hogy én ízig-vérig apa vagyok. A bokámtól a homlokomig. Már homlokom most egy kicsit kisebb lett a hajbeültetés miatt, de még mindig. Ez igen. Ez igen. Minden férfi álma. Na, de miért nem De most akkor nem mész? De még nem csinálta egyet sem. Ha előrébb, ha itt vagy, akkor jobb a fél. Na, akkor még egy. Vannak ilyen elképzeléseid a szülésről, hogy most akarsz illatgyertyát, nem tudom, vagy hogy te azt szeretnéd, hogyha ott akkor ott eldől, hogy ez most simán tud menni, vagy tehát a helyzettől függően? Őszinte leszek, én ilyenekem még nem gondolkoztam. Vagy hogy állva akarsz menni, állva. Vagy szülni például. Nem tudom, én ilyenek is vannak. Tényleg? Csak tudom, hogy lehet ilyet. És csak, szóval, hogy ebbe így nem ástad bele magad, nem vagy egy nagy alternatív. Nem. Az az igazság, hogy sokáig gondolkoztunk azon, hogy hol szüljek. Tehát ez volt az első. És akkor ugye mindenki mondta, hogy jaj, hát, hogy te, Dina, hát akkor neked a legjobb való, meg ide menj, meg oda menj. Ez a relatív nem legjobb. Tehát, hogy úgyis az orvos, meg úgyis az orvostól lesz a legjobb. Hát ugye van azért egy-két olyan magánkórház, ahol hát súlyos pénzekért, de természetesen nagyon hát hasonló környezetben lehet szülni. De azt gondolom, hogy ezt régen is megoldották. Sőt, régen, most, hogyha visszamegyünk az ős időkbe, tehát ment a nőhegyfához, oda támaszkodott, kihúzta és ment tovább. Tehát, hogy igazából... Tehát, hogy nem ez a leglényegesebb, hogy most csili-vili. Én mondtam Edinának, tehát amikor ugye nekem mondta, és igen. Akkor küldtem elé a bruttó összeget, hogy ez ennyi, nyilván kíváncsi volt, hogy most ez mit szok. Én mondtam, hogy nekem teljesen mindegy, ha te azt mondod, hogy ettől jobb, és nem is érdekel, hogy mitől jobb, ha neked a komfort érzeted jobb, vagy neked az segítség, hogy egyébként te ott nagyobb ágyon alszol, és étlapról rendelsz, és a család is egyébként, igen, ahogy Edin is mondta, gyönyörű környezetben vár, és ott alszik anyu a másik ágyon, én egy másik szobában, te egy harmadikban, és akkor mondom, engem nem érdekel. Akkor költözünk 2 hónap múlva a házba, vagy 1,5 év múlva, vagy akkor ne is költözünk, de ha neked ez kell, akkor ez legyen. De ő magában végül is lebeszélte, hogy neki igazából ezek igen. Egyáltalán nem fontosak. Ő aztán nem rest egy másik ágy mellett, egy másik anyuka mellett lenni. Amikor oda kerülsz, akkor fogod tudni pontosan, hogy igazából mire is van szükség. Egy jó orvosra, egy jó szülésznő. Szülésznő, igen. Egy jó szülésznőre, meg egy jó védőnőre. Így van. Meg hát mindig... Meg egy támaszra. Hát az kész, az megvan. De hát az megvan, az kész van. Arra nem kell foglalkozni. Úgyhogy talán a vajudással ez a legfontosabb, hogy apuka elbírja. Azzal nem ez van. Bele lehessen kapaszkodni. Mit? Engem? Igen. Ugye elbír? Igyekszem, hogy okulázni. Nem tudom, a bányászoknál ugye azt szokták mondani, hogy jó szerencsét, és a szülés előtt álló nőknek vajon mit mondunk? Hát azt mit gondoltam, hogy ezt te tudod. Ezzel nem készültünk. Akkor írjátok meg ti, jó? Hogy szerintetek mi lenne a jó mondás? Mindenesetre egészséges babát kívánunk, az mindenképpen, ez, ugye? Igen. Mindegy, hogy fiú vagy lány lesz, bár nálatok ez már nem játszik, csak egészséges. Láttam, már azt is láttam, szóvavizsgálat után, úgyhogy most már 2 oldalról is megalapozott ez. No, hát nagyon izgulunk majd akkor, értetek? Köszönjük! És köszönöm szépen a beszélgetést, hogy itt voltatok. A Hiltonban jelentkeztünk Kulcsár Edinával és vőlegényével. Most már lehet bizony. Most már vőlegényével, Csutival. Sziasztok! 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 3 fiam lesz! Jó reggelt! De szerintem így ez... Ugye? Csak esetünk lett, és nem csomjáz idő. A haján furcsán állt, de hogyha csinálsz meg ilyet, akkor jó. Légy, szina.